Sziasztok, kedves nézőink! Ez immáron a Parallaxis Labor második évadának 5. egyben utolsó adása. Én Pécsi Géza vagyok, és itt vagyok a Kármán Tódor laboratóriumban. Ahogy látjátok, itt mellettem forog egy tál. Az előző részben láthattátok, hogy azért vannak konnektorok a tál szélén, hogy a kamera oda, tehát onnan kapja az áramot. Ezt most nagyon szépen látjuk, viszont ami nekem megfogta az egész összeállításból a szememet, az ez a havanaplasztos felfogatás ennek a kameraállványnak. Hát akkor be is mutatnám nektek a kísérletet, vagyis nem, mert nem én mutatom be, hanem... Jobb. Sziasztok, én csak éppen azzal szerencsétlenkedtem, hogy a táblát felszereljük a laborra. Igen, ez a Kármán laboratórium, az ajtó, ez meg itt van. Ha valakit érdekel, az megnézheti. És egyébként itt velem Miklós, Vince Miklós. Ja, van, tényleg. Mert nem is mutatkozott be, ugye? Tényleg nem mutatkoztam be, hát hiszen akik már eddig eljutottak a Parallaxis laborban, azok azt is tudják, hogy mi az a Kármán laboratórium, meg azt is tudják, hogy ki az a Pécsi Géza, sőt, még azt is tudják, hogy ki vagyok én. Tényleg, Vince Miklós. Viszont, Miklós, először légy szíves, mesélj már a történetéről ennek a rögzítésnek, hogy... Ernek? Aha. Tudtam, hogy téged mérnökként ez fog legjobban megragadni. Hát figyelj, ez ugye az úgynevezett Schufti tuning megoldások. Arra is felhívnám a figyelmedet, hogy ez a kamera hogy van erre az állványra felfogatva, tehát az egészet feje lefelé át kellett konvertálni, hogy ez ilyen irányból jól tudjon ránézni erre. Bámulatos. Viszont akkor a harmadik lábát nem tudtuk hova rögzíteni, ezért aztán itt van ez a rendkívül veszélyes kilógó eszköz, ami például, ha nem figyelünk, akkor például minket így felkoncolhat tulajdonképpen. De szerencsére van egy piros gomb, amit hogyha igen, erőteljesítéssel megütünk, akkor leáll az egész kísérlet. Ugye? Tehát itt ugye azt lehet megfigyelni, hogy ez itt valóban egy tudományegyetem, mert nyilván egy magadfajta műszaki egyetemet végzett ember egy ilyen dizájnnal nem biztos, hogy meg lenne elégedve, de hát mi fizikusok vagyunk, és itt úgymond mi azt az elvet követjük, hogyha valamit nem tudsz megoldani szikszalaggal, akkor nem használtál eleget. Hát ez most működik, ez ugye nem a szikszalag, hanem az úgynevezett recsegő. Szabadságfokai meg vannak kötve, tehát... Ha eddig állt, akkor remélem, hogy ezután is állni fog is. Igen, valahol azért félelmetes, hogy ez a megoldás, ez egy olyan infrakamerát tart, ami körülbelül annyiba kerül, mint egy személygépjármű. De hát mi bízunk a megoldásainkban. És tulajdonképpen a tudományos szempontból megtérülő befektetésnek bizonyult, ugyanis ez az én kedvenc kísérletem, ezt nem tudom, hogy tudtad-e. És pedig? Hát, hogy miért, vagy hogy miről szól? Hát azért a kedvenc kísérletem, mert most rengeteg mindent felfedeztünk vele, és azért lehetséges, mert ha hiszed, ha nem, annak ellenére, hogy ez a legkevésbé látványos olyan értelemben, hogy nem átlátszó az oldala, meg nem tudok kék-éter festékkel bravúrozni most ebben, de ez a mérsékelt égővi légkörzésnek a modellje. Azt látod, hogy forog, azt már megbeszéltük az előző kísérletünkben. Hát aki nem látta, az nézze meg először azt, és akkor hallhat a Coriolis erőről, hogy milyen csúnya dolgokat művel, vagy szép dolgokat az áramlásokkal. Tehát a Föld forog, ezért aztán ez a kísérlet is forog. De abban a kísérletben nem hajtotta semmi az áramlást. Csak terjedt szét a festék, amerre úgymond vitte a véletlenszerű hőmérséklet fluktuáció. Itt ehhez képest van egy hajtás a rendszerben, és ezért aztán ez igazából rokona az azelőtti kísérletünknek, sőt, a második kísérletünknek, amiben a front terjedést vizsgáltuk. Ott mi volt? Ott volt egy hideg folyadék és egy meleg folyadék, és elkezdtek helyet cserélni egymással a tartály két részében, azért, hogy kihozzanak egy ilyen egyensúlyi rétegzettséget. Na most itt, tehát ott az áramlást a hőmérséklet különbség hajtotta, itt sincs ez másként, ugyanis most itt a közepén itt van ugyanaz a jégtömb, amit ott is használtunk, de ezzel most a tartály közepét, ezt a részhengeren belüli tartományt hűtjük. És azt mondjuk, hogy ez olyan, mint az északi sarkvidék. Tehát ez az egész egy lapos északi félteke, amire fölülről nézünk rá, tehát úgymond ez a kamera úgy néz rá, mint hogyha egy műholdon vagy egy űrállomáson valahogy úgy helyezkednénk el, hogy poláris pályán keringve átmennénk az északi sarkvidék fölött, és visszanézve a Földre azt látnánk, hogy középen van a hideg rész, és a szélén meg az egyenlítő, ahol meg nagyobb a hőmérséklet. Mert hogy azt mondjuk, hogyha van forgatás és hőmérséklet különbség, akkor lesz benne időjárás, és ezért mi ebben időjárást tudunk modellezni piciben, hiszen emiatt, hogy itt van, bent van a jég, lényegében van nekünk egy sarkvidékünk. Itt a külső pereme ennek a hengernek, a szobahőmérsékletű, ugye,
az tehát a, mondjuk az egyenlítő, és a kettő közötti tartomány, az meg a mérsékelt égöv, amit persze mi nem a levegővel modellezünk most, hanem vízzel, tehát vízzel föl van töltve valameddig, tehát ez a víz az érzékel hőmérsékletkülönbséget, és ugye hat rá a forgatás miatti eltérítő hatás is, a Coriolis-erő. Na most ugye mi történik itt? Ugye itt az a helyzet, hogyha nem forogna ez az egész berendezés, hanem csak a hőmérsékletkülönbség lenne, akkor az lenne, hogy a hideg fal mentén a víz, ami odaér, az lehűl, nő a sűrűsége és lesüllyed. A nagy hőmérsékletű vagy melegebb fal mentén, ott meg odaér a víz, lecsökken a sűrűsége, tehát föláramlik, tehát egy oldalirányú vízkörzés, egy konvekció alakulnak ki a hideg meg a meleg fal között, ami nem lenne túl érdekes, hogyha nem forgatnánk a berendezést. De mivel forgatjuk, ezért hat rá a már emlegetett eltérítő hatás, a Coriolis erő, egy tehetetlenségi erő, és ez eredményezi azoknak a egészen légkörszerű ciklonokra, anticiklonokra hasonló kis örvények megjelenését ebben a rendszerben, amiket ezzel az infrakamerával tudunk megfigyelni. És az a vicc, hogy ezzel lehet tanulmányozni nem csak a Föld légkörét, hanem más bolygók légkörét is, mert megint csak az arányszámokra hívnám fel a figyelmet, az, hogy milyen jellegű lesz az áramlás, az megint azon múlik, hogy az áramlás jellemző ideje, tehát mondjuk ennek a körforgásnak, amit az áramlás csinál, hogy lesüllyed, felemelkedik, stb. Stb. Hogy ennek a jellemző ideje, hogy mérhető össze a körfordulás idejéhez, ami egy nap. És attól függően, hogy ez a viszony milyen, lehet modellezni olyan bolygókat is, mint például a Vénusz, ami olyan, hogy nagyon lassan forog, és ezért tök másmilyen jellegű a légköre, vagy egy olyan bolygó légkör, mint a Jupiter, ami 10 óra alatt megfordul a tengely körül a bolygó, és ezért aztán ott teljesen másmilyen jellegű örvények jelentkeznek. Jupiter olyan gyorsan forog, hogy... Jupiter az nagyon gyorsan forog, főleg, hogyha abba is belegondolsz, hogy milyen nagy. Uh-huh. Ugye? Tehát a Jupiter azt aztán már, bár amúgy is nagyon gyorsan forog, de ahhoz képest meg főleg. Úgyhogy igazán... És ez valamilyen szinten köthető? Ugye, ha jól tudom, volt egy ilyen témafelvetésed, hogy egy kísérletet csináljanak a súlytalanságban. Ez köthető valami? Köthető, igen, de most ez a kísérlet az annak egy párja, ez ugye egy földi kísérlet, ehhez a kísérlethez szükség van arra, ahogy mondtam, hogy a meleg víz az felszáll, a hideg víz az leszáll. Igen. Tehát, hogy na most ilyet a súlytalanságban így nem tudsz csinálni, mert ott pont ez a vicc, hogy ott nincs súlykülönbség a hideg meg a meleg igen. víz között, mind a kettőnek nulla a súlya, ezért súlytalanság. Ugye a súly nem keverendő össze a tömeget. Most itt tényleg a súly számít. Az meg tényleg ott eltűnik. Tehát egy ilyen úgynevezett hőmérséklet különbség hajtott a konvekciós kísérletet a súlytalanságban nem lehet megcsinálni. Viszont meg lehet csinálni olyan kísérletet, ami hasonlít erre, csak ott nem hőmérséklet különbség van, hanem forgatási szögsebesség különbség. Tehát van olyan kísérlet, hogy itt most ugye egyszerre forog a belső meg a külső henger, csak hőmérséklet különbség van benne. Ez nagyon hasonlít a földi légkör szerkezetére, és például ebből a kísérletből ezért a földi légkörről lehet sokat tanulni. De hogyha nem fűtenénk, hanem azt csinálnánk, hogy mondjuk a külső henger gyorsabban forgatjuk, mint a belsőt, és megnéznénk, hogy a nyírás hatására mik alakulnak ki, az például olyasmi lehetne, amit egyrészt súlytalanságban is lehet csinálni, és érdemes is, mert például egy gömbszerű elrendezésben ezt nem lehet a Földön megcsinálni, mert lefolyna róla a víz, de súlytalanságban simán. És akkor az hasonlítana a gázbolygók légkörére, tehát ez az a kísérlet, amit például javasolunk a Magyar űrhajós programba, a Hunor programba, annak a megfigyelés, annak a megválaszolására, hogy miért alakul ki az a nagy híres hatszög alakú örvény a Szaturnusznak az északi sarkán. Itt is kialakulnak sokszögletű örvények, csak más miatt. De ez is nagyon érdekes. Ez igazából jobban hasonlít arra, mint amiket ilyen hideg betörések idején itt tapasztalunk, hogy a sarkvidéki hideg levegő és a mérsékelt égövi melegebb levegőt elválasztó határvonal mentén ilyen hullámok jelentkeznek, és azt akarjuk megérteni, hogy a jelenlegi klímaváltozás az hogyan befolyásolja azt, hogy ezek a hullámok milyen jellegűek. Mert ezt úgy kell elképzelni, hogy néha jön egy nagy hidegfront, az lényegében úgy történik egy ilyen hideg betörés, hogy egy ilyen lenyúló zsák alakú tartományban elérkezik hozzánk egy északi sarki eredetű
hideg levegő. És lényegében az, hogy milyen változékony az időjárás, az összefügg azzal, hogy ez a hullám ez mennyire kackiás, vagy mennyire meanderezik. És az meg függ attól, hogy milyen a hőmérséklet különbség a sarkvidék meg az egyenlítő között, ami viszont a klímaváltozással változik. És pontosan ezek azok a kérdések, amiket mi ezzel a kísérlettel meg akarunk, és egy kicsit meg is tudunk érteni talán. És még arról beszélni nekem, hogy az infrakamera, az tulajdonképpen azt tudja kirajzolni ezt, mert ugye ez nem mondhat, hogy nem látványos, tehát infrakamera kell hozzá, hogy ezeket a képeket ki tudjátok rajzolni. Ugye? Igen, és a infrakamera is csak a víznek a legtetejét látja, mert az infravörös sugárzás, ez a hullámhoz tartomány, amit ez a kamera vizsgál, ez nem lát bele a vízbe, tehát ez tényleg csak a víznek a legtetejét tudja nézni, ezért is szabad ennek a tetejét, tehát ha ráraknánk egy plexilapot, akkor nem látnánk az egészből semmit, de így aztán nagyon részletesen ki lehet rajzolni, és tulajdonképpen ilyen infraképek azok párhuzamba állíthatók a műholdak által készített infravörös képekkel a légkörről, és össze lehet hasonlítani a dolgokat. És marha érdekes, amikor kiderül, hogy sok szempontból hasonlít az, amit ebben az egyszerű kísérletben látunk, ahhoz képest, amit az igazi Földön látunk, annak ellenére, hogy az ezerszer vagy milliószor bonyolultabb, mint ez. És van valami oka ezeknek a vörös rész, tehát hogy vörös részből vannak ezek a... Igen, persze, az, hogy ugye ez egy... jó hőátadás. Így van, nagyon jól látod, tehát ezek jó hővezetők. És emiatt tudjuk megoldani, hogy a belső fal az tényleg hideg legyen, a külső fal meg tényleg szobahőmérsékletű. És ezt tudjuk kontrollálni, például most ugye itt idővel, hogy hagyjuk, órákig tartjuk ezt a kísérletet, ez a jég itt középen, ez fel fog olvadni. És ugyanezt történik a valóságban is. Tehát sok-sok év alatt ugye azt tapasztaljuk, hogy a sarkvidéken olvad a jégtakaró, miközben az egyenlítő hőmérséklete az alig változik. Tehát a hőmérséklet különbség csökken. A sarkvidék és az egyenlítő közti hőmérséklet különbség az egyre csökken, az igazi klímaváltozásban is. És erre vagyunk mi kíváncsiak, hogy ennek hatására hogyan alakul az időjárás ebben. Tehát ez lényegében jelen pillanatban is egy lassú klímaváltozás modell, ahogy szépen lassan felolvad a jég itt, ebben a kísérletben is bekövetkezik egy klímaváltozás. És meg tudjuk figyelni, hogy ez hogy befolyásol olyan dolgokat, mint például a ciklonok és az anticiklonok gyakorisága, meg ilyesmi, ami szerintem érdekes. Ezzel a kutatással már végeztetek, vagy ez folyamatban van? Ez folyamatban van, mert mindig újabb és újabb felfedezni valók jönnek. Most például módosítjuk ezt a kísérleti elrendezést, úgyhogy egy exobolygó légkört is lehessen vele modellezni, még pedig egy olyan exobolygó, tehát más csillag körül keringő bolygónak a légkörét, ami olyan, hogy az egyik oldalán mindig éjszaka van, és a másik oldalán mindig nappal. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy nem csak a közepére raksz be jeget, ami a sarkvidéket szemlélteti, hanem az egyenlítőnek az egyik oldalát is körbepakolod jég a kukkal, vagyis akkor ugye az felel meg az örök éjszakai oldalnak ezen a bolygón, miközben az egész valójában tényleg forog, mert gyorsan kerüli meg a csillagát. Tehát annak ellenére mégis van valamilyen értelemben forgás a rendszerben, annak ellenére, hogy van egy folyamatos sötét oldala. És akkor egy ilyen elrendezésben másmilyen jellegű lesz a légköri áramlás, és most ezeket vizsgáljuk. Tehát tulajdonképpen még az exobolygók légkörzéséről is tanulhatunk valamit ebből. Hát nagyon-nagyon köszönjük szépen. Én nagyon sokat tanultam ma is az áramlásokról. Viszont a Parallaxis laborsorozatunk második évada véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ne felejtsetek el lájkolni. A patreon.com/parallaxis oldalon keresztül támogatni bennünket. Köszönjük szépen! Sziasztok!